Csikós Törtösön sem voltak hangosak rendezvényektől a közterületek a pandémiás időszak miatt 2020-ban. A településvezetés arra törekedett, hogy az önkormányzati ellátásokat zavartalanul fent tudják tartani. Emlékszik vissza az elmúlt időszakra Kreb Imre polgármester. Lassan az évfordulójához érkezünk, március 12-éhez, hogy ez a pandémiás helyzetét kialakult Magyarországon. Ez a tavalyi évünket nagyon nagy mértékben befolyásolta. Maga az önkormányzat és a rendszerei működni tudtak. A közösségi rendezvényeink sajnos elmaradtak szinte 100%-ban a tavalyi évben. Az év végére az adventi játszóházunk, a szavalóverseny, az idősek karácsonya, ezeket mind el kellett, hogy hagyjunk, és ezt a tavalyi évben nem tudtuk megvalósítani. Sajnálatos körülmények között így csak egy interneten, egy ünnepi köszöntővel lehetett a karácsonyt és az új évet köszönteni a lakosság számára. Az év végén sikerült lebonyolítani a tűzifa támogatásokat, ez nagy segítség volt a tüzelőre jogosult családoknak. A tavalyi év vége felé, november végén, decemberben teljesült a tüzelő támogatásos programunk. Ebben nyertünk 63 köbméter fára az államtól támogatást, amit kiegészítettünk saját erővel. Ebből 90 család részesült ebben az időszakban. Erre mindenkinek, aki erre jogosult volt, pályázatot kellett beadni a törvényi előírások szerint, és ez alapján kapták meg egyforma mennyiségben a személyek, családok ezeket a fa kiutalásokat. A civil szervezetek mindig fontos szerepet töltöttek be a kistelepülés életében. Velük továbbra is szoros kapcsolatban áll az önkormányzat. Az idei évre viszont már próbálunk ismét a régi hagyományokhoz hasonlóan működni. Ugyanúgy támogatjuk idén is a civil szervezeteket, a sportegyesületet, a faluszépítő horgászt és a Német-Magyar Kulturális Egyesületet. Ezekkel mindegyikkel jó kapcsolatot tudunk ápolni, és anyagilag is tudjuk támogatni a sportot. 800 ezer forinttal tudtuk támogatni az idei évben. A Faluszépítő Horgász Egyesület vállalta át tőlünk a kulturális tevékenységet. Ez 1.800.000 forintot jelentett, amit átutaltunk a civil szervezetnek. A Német-Magyar Kulturális Egyesületet konkrétan mi anyagilag nem kellett, hogy támogassuk, azt a német önkormányzat tudja kezelni a maga helyén, viszont kötöttünk szerződést a pandémiás időszakban arra, hogy a kulturális egyesületnek a buszát tudtuk használni a vírus időszakban a szociális étkezéskor az ételek kiszállítására. Az már biztos, hogy a kistelepülés 2021-ben tovább fejlődik, épül és szépül. Hamarosan pedig munkagépek zajától lesz hangos a Béke utca és a Szabadság utca. A legnagyobb program a településünkön a Béke utca, a Szabadság utca csapadékvízelvezetés, ami egy 190 milliós pályázat, Európai Uniós pályázat. Ennek a kivitelezői árajánlatait várjuk. 21-énre kell ennek lezárulni. Elméletileg 21-e után ki lesz választva a kivitelező. Munkaterületet szeretnénk átadni, és még az idei évben befejezni ezt a beruházást. A start munka program keretében 5+1 fővel, mivel 5 konkrétan a start munkás és 1 a hosszú távú időszakos igényünk, ez mintegy 10 millió forint támogatásra készülünk szerződést kötni a munkaügyi központtal. Ebben maradnánk a régi hagyományokhoz, hogy a járda építés és a térkőgyártás lenne ebbe bent, a közterületben tartással, parkgondozással egyetembe. Tovább szépülnek a parkok is a faluban. Tavaly nyújtott be pályázatot az önkormányzat, az országfásítási programba 30 darab facsemetét kaptak. Ezeket az iskolásokkal szeretnék elültetni stílszerűen madarak és fák napján.